Nyari jó üdvözletem, áldassék a gyümölcs mindenkinek! Én Osváth Zsolt vagyok, ez pedig itt a Showtime YouTube csatorna. No, hát ezen a héten, ugye múlt héten ígértem, hogy kicsit vidámabb videóval készülök nektek. Na, ez a videó ez nem lesz annyira melankolikus, meg nem szomorú témákat dolgoz fel, inkább egy nagy tanulságot szeretnék nektek így elmondani. Ugye múlt héten pénteken kitettem egy videót. Nem ez a legnépszerűbb videóm, tehát nem ezen van a legtöbb like, a legtöbb hozzászólás, nem ez keltette fel a legjobban az emberek érdeklődését, nem ezt nézték meg 700 000-en, de azt gondolom, hogy lehet, hogy nem ez a legnépszerűbb videóm, de talán az utóbbi egy év legtanulságosabb videója, az biztos, hogy ez volt. És hogy már magamról tanultam benne. Történt az ugyanis, hogy ugye voltak ezek a Deák téri megmozdulások, amit a Mi Hazánk mozgalom különböző futballcsapatok ultrái szerveztek. Na most, én erről csináltam egy videót, mert hogy én a személyes tapasztalataimat, a véleményemet mondtam el erről. És ez egy nagyon fontos tanulság, hogy én a videóimban szinte 90%-ban a véleményemet szoktam elmondani. Nyilván igyekszem azért alátámasztani különböző információkkal, de leginkább az van, hogy leülök és pofázok. Mert nekem ezek a gondolataim, mert ez a véleményem. Pont a Puzsér mondta egyébként ugye a legutóbbi interjúban, hogy miért ne változhatna az ember véleménye? Miért ne vehetné fel az ő fegyvertárába a te érveidet, és ezzel felvértezve indul majd legközelebb harcba? És tök igaza van. És hogy az történt, hogy elmondtam a véleményemet. Nyilván láttam videókat, tehát hogy képi hanganyagot láttam róla, nem olvastam semmilyen balliberális vagy akármilyen médiát, illetve ugye amikre hivatkoztam, én azokat megéltem, viszonylag közel lakok a Fradi pályához, tehát hogy pontosan látom, tudom, nézek híradót, tehát hogy nyilván ezekből is emlékezetből táplálkoztam. Átgondolva ez egy jó ötlet volt, mert hogy elindult egy párbeszéd. Egy olyan párbeszéd, ami számomra teljesen elképzelhetetlen volt. Én beszélgettem ultrákkal, beszélgettem nagyon durva, ilyen vaskalapos szurkolókkal, tényleg ilyen élvonalbeli, most már azt is tudom, hogy mi a B-közepes ultrákkal beszélgettem. És képzeljétek el, hogy nem úgy írtak levelet, hogy ide figyelj te mocskos buzi, mi az anyádat képzelsz, nem. Hanem érveltek, és elmondták, hogy Figyu Zsolti, az van, hogy kedvelem a videóidat, de... És felhívták a figyelmemet arra például, hogy az ultrák nem egyenlők a huligánokkal. Ugye, hogy neked is az jut rögtön az ultrákról eszedbe, hogy szétverik a várost, meg hogy fölgyújtanak mindent, meg randalíroznak, verekednek, stb. Kiderült, hogy ezeket a huligánok csinálják, akiket egyébként az ultrák és a szurkolók nagy része is elítél, hiszen velük általánosítják. Ugye én is azt mondtam, hogy ne általánosítsunk, és mégis én is általánosítottam. Hogy milyen fura, hogy ez így megtörténhetett. De nyilván ember vagyok, tehát hogy tök oké, és én egyébként be tudom látni, hogyha valamiben tévedek, vagy hibáztam, vagy hogyha valamiről megváltozik időközben a véleményem. Nem csak az ultrák levelei voltak azok, amik egy kicsit így elgondolkodtottak, hanem elkezdtem nézni az HBO Go-n egy új sorozatot, ez itt reklám helyett egyébként nem, de igen, Nullák és az X-ek címmel, egy nagyon érdekes sorozat, pont egyébként a kisebbségről, az elnyomásról, az etnikumi megkülönböztetésről van benne szó, csak meg van fordítva a dolog, hogy nem a fehérek nyomják el a feketéket, hanem fordítva, nagyon érdekes, kezd el nézni. Na mindegy, és így voltak bennem, és egyre több üzenetet, kommentet kaptam, jó, nyilván volt, akinek annyi esze volt tényleg körülbelül, mint egy Marék Mojlepkének, és akkor, jó, mert a buzi vagy buzi bűnözésről nem beszélünk. Aj, tényleg, ennyit tudták kisajtolni magadból? Tudod, én legalább próbálok érvelni, és nem azt mondom, hogy hülye vagy, mert kopasz vagy, vagy hülye vagy, mert kék a szemed, neked ennyit sikerült magadból kisajtolni, de nem ez volt a nagy része a kommenteknek, és nem ez volt a nagy része a leveleknek, hanem érveltek az ultrák, és érveltek a szurkolók, és baszki, elmondtak egy csomó ilyen infót, amiről nyilván nem tudunk, mert egyébként tényleg nem ettől zeng a sajtó. És nyilván egy híradóban sokkal érdekesebb az, hogy felnégyelte, leturmixolta, megette, fölgyújtotta, megkéselte, elásta, mint mondjuk a száraz, unalmasnak tűnő, de talán egyébként egy kisebb szubkultúrát jobb színben feltüntető hírek. Például leírták, hogy a szurkolók 50 millió forintot adományoztak itt a koronavírus okozta veszélyhelyzetnek az idején rászorulóknak.
Aztán ugye leírták, hogy említettem a késelés, hogy szurkolók késeltek és akármi. Ez egyébként így történt, valóban szurkolók késeltek, de ők ettől elhatárolnak. Tehát az ultrák azt mondják, hogy ők ettől elhatárolódnak, és aki késel, az ciki. Azt ők kilökik magukból. Ja, ami félreértés a videóban, tehát volt, aki azt mondta, hogy én lenáciztam embereket, egyáltalán nem náciztam le senkit, és hogy félelemkeltő volt. Én továbbra is egyébként azt mondom, hogy igen, félelemkeltő volt. És nem a Ria-Ria hungáriázás miatt volt ez félelemkeltő, mert amikor VB volt, EB volt, nem tudom, már valamilyen úton mondtam, teljesen véletlenszerűen egyébként bekerültünk valamilyen nagyobb foci bajnokságra, és én is trikolorral az arcomon Ria-Ria hungáriáztam, tehát hogy nekem nem ezzel volt a bajom, nekem a bajom inkább a náci karlendítésekkel volt, nekem a bajom a folyamatos cigánybűnözés skandálásával, és ezt még egyébként mindig tartom, hogy nem akarok erről beszélni, mert nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy ez most egy ilyen a romákat vagy kisebbségeket promotáló videó vagy csatorna, de hogy ettől függetlenül mégis ezzel volt a bajom, hogy összességében az történt, hogy oké, hogy a Mi Hazánk mozgalomnak tök jól jött, hogy oda mentek a szurkolók is, viszont tudod, aki korba közé keveredik, tehát hogy az van, hogy ott egy csoportról lett kialakítva a vélemény. És egészen addig nem tudtam, ameddig meg nem csináltam ezt a videót, hogy bizony ebben a csoportban sokan nem értenek azzal egyet, ami ott történt. Egyébként fölvettem a kapcsolatot egy olyan emberrel, aki ehhez nagyon-nagyon ért, és remélem egyébként, hogy sikerül majd leültetnem a kanapémre, és sikerül vele beszélgetnem, mert ha valaki, akkor ő pontosan el tudja mondani, hogy mi ez az egész szubkultúra, mi ez az egész szurkolói mizéria. De ő maga is elmondta, amikor mondta, hogy átgondolja ezt a dolgot, hogy ezért ez egy elég ilyen zárkózott, elég privát dolog, és ezért sem tudunk annyit az ultrákról, mert nyilván az a része, amikor balhéznak, az rögtön bekerül a hírekbe, az rögtön bekerül a lapokba, az a része nyilván, amikor tényleg a szurkolások, megtudtam ilyeneket, hogy koreók vannak, képzeljétek el, hogy a szurkolásban vannak koreók, ez mennyire durva, hogy ugye mi csak azt látjuk, hogy ott ég a görög tűz, de hogy itt mindenki van találva, hogy van előénekes, úgyhogy igen, tájékozottam, és megmondom az igazat, ezt az előző videómban nem tettem meg, ezt egy kicsit sajnálom, és hogy tényleg ezzel megbántottam valakit, akkor azt is sajnálom. És azért is készítettem el ezt a videót, hogy a megítélése, hogy az én megítélésem és a csatorna megítélése az továbbra is maradjon, hogy ne az legyen, hogy itt van ez a liberális fasz, és minden olyan dolog ellen kiáll, ami vagy minden olyan dolog mellett kiáll, amihez éppen kedve tartja. Ez nem így van. Tehát vannak elveim, és továbbra is azt tartom egyébként, hogy ez a megemlékezés, ami megemlékezés volt, ez szerintem nem volt békés. És lehet, hogy nem az ultráktól vagy a szurkolóktól nem volt békés, hanem lehet, hogy azoknak a mozgalmaknak a képviselőitől nem volt békés, akik olyan szélsőséges nézeteket vallanak. Ettől függetlenül azt mondom, hogy gyűlölet csak gyűlöletet szül. És még mindig úgy érzem és úgy gondolom, hogy nem ez a legmegfelelőbb módja a figyelem felkeltésnek. Tehát itt igazából az van, hogy az ultrákról és a foci szurkolókról szóló részt nem mondom azt, hogy semmissé tenném a videómba, mert azért ott is, hogy ferdíteni nem ferdítettem, valótlant nem állítottam, csak egy oldalról közelítettem meg. És tök jogos volt, hogy sokan írtátok, hogy nem ezt szoktátok meg tőlem, mert általában mindig az van, hogy ezért körüljárok egy sztorit, meg több oldalról próbálom megközelíteni, és még hajlandó vagyok azt mondani az enyémeimre, meg a hajlandó vagyok az én fajtámra, és azt mondani, hogy egy hülye fasz, és ezt szarul csinálta, hogyha én tényleg azt gondolom. De azt mindig tudjátok, hogy ezek véleményvideók, és itt van erre a tökéletes példa, hogy az, amit én mondok, vagy az, amit bármelyik más youtuber, vagy bármelyik más influencer, vagy bárki, akinek mikrofon van a kezében mond, azt soha ne vegyétek készpénznek. Nekem az a dolgom, én azt gondolom, hogy elindítsak emberekben gondolatokat. És ha ezeket a gondolatokat elindítottam, független már az én véleményemtől, bízom abban, hogy neked is lesz egy véleményed. És a jelenlegi álláspont szerint az a helyzet, hogy az én véleményem az, hogy az ultrákat és a foci szurkolókat, akik tényleg, és még egyszer mondom, és fura egyébként, hogy sokan azt mondjuk a harmadik percnél a videóban, azt senki nem jegyezte meg, hogy úgy kezdem, hogy tisztelet a kivételnek, aki szurkolni jár a meccsekre, és szurkoló, és akármi, azzal nincsen baj. Ez valahogy mindenkinél kimaradt, de mindegy, mert most is elmondom,
hogy azért itt is kifejezetten arról az emberekről van szó, akik normálisak, akik normális hangnemben, és mondom, tehát, hogy ennek ilyen hozzászólásoknak volt a többsége, és csak is egyetlen egy oka volt annak, hogy én ezt a videót megcsináltam, mert egyszerűen tényleg elindult bennem egy ilyesfajta változás. Én rögtön azt gondoltam, hogy ők homofóbok, én azt gondoltam, hogy ők fajgyűlölők, azt gondoltam, hogy nagyon szélsőségesek, és közben kiderült, hogy nem. Kiderült, hogy például nagyon durva állatvédők, és egyébként nagyon radikálisan is állatvédők, ami egy másik videó témája lehetne, amivel nem mindig értek egyet, de ha az én Dezsőmről lenne szó, akkor biztos, hogy én is nagyon máshogy vélekednék erről. Hogy imádnak jótékonykodni, hogy egyszerűen ilyen fanatikusan rajonganak a csapatukért, és de hogy például elítélik az erőszakot. Legalábbis az igazi ultrák, az ilyen pózer ultrák, azok a kis puncher kis köcsögök, tudod, akik mennek kukát gyújtogatni, na azok nem ultrák, azok a huligánok, úgyhogy nem szabad keverni a szezont a fazonnal. És tudjátok, hogy mi jutott eszembe? Hogy mennyi olyan dolog van még? Hogy itt vagyok egyébként, én egy tájékozódott faszinak tartom magam, de mennyi olyan dolog van még, amiről tök keveset tudok. Úgyhogy nyilván ez egy vállalás a részemről, hogy megcsináltam ezt. Most gondolhatod azt, hogy na jó van Zsolti, hát akkor ennyi erővel a többi videódnak se nézel utána. Nyilván többnyire olyan dolgokról szoktam beszélni, amikhez értek, amikről tudok, de én nem vagyok ultra, én nem vagyok szurkoló, soha az életemben nem voltam még foci meccsen. Egyébként várom a felkéréseket, hogyha valaki tudja biztosítani és garantálni a biztonságomat, akkor nagyon szívesen elmegyek egy foci meccsre. Általában olyan témákat szoktam feszegetni, amiben elég pró vagyok, amiben otthon vagyok, aminek utána se kell néznem, mert már évek óta benne vagyok, tudod. Viszont ez nyilván tényleg egy olyan nyílt víz volt, egy olyan nyílt vízre eveztem, amiben nem jártam el 100%-osan körültekintően. De még egyszer mondom, mentségemre szóljon, hogy egyébként az ultrák nem is azok a nagyon magamutogató faszik csajok, akik nagyon úgy maguk közé engednének, ha csak te nem vagy részes ennek a dolognak, ilyen terveim pedig nincsenek. Szóval gondolkodjál el. Tök jó. Én mondom ezt most egy kicsit így élvezem, mert mindig tanul az ember, mindig új tudásra tesz szert. És ettől függetlenül továbbra is mondom, azt gondolom, hogy a Deák téri összeröffenés félek attól, hogy fog gyűlölet bűncselekményeket szülni, félek attól, hogy roma származású emberek, vagy roma származásonak kinéző emberek meg fogják inni ennek a levét. Nem tudom politikailag egyébként, hogy ez miért annyira jó. A másik pedig, hogy sokan írtatok most az amerikai esettel kapcsolatban, ahol egy színesbőrű srácnak a nyakára térdelt egy fehérbőrű rendőr, és miközben ő térdelt, meg is halt, sajnos. Ismeritek a véleményemet ezzel kapcsolatban. És tehát kérdeztétek, hogy mi a véleményem erről, fura, hogyha még nem esett le, tehát nyilván minden ilyen dolgot nagyon-nagyon-nagyon durván elítélek. Szerdán egy kanapén, ha az Instagramomra mész, akkor már nagyjából sejtheted, hogy ki lesz a vendégem, de menjél az Instagram és kommentelj a kép alá. Több vendégem is lesz, úgyhogy hajrá! Na! Hát iratkozzatok fel, ha szeretnétek, kommenteljetek, lájkoljatok, kíváncsi vagyok a véleményetekre egyébként. Ezek az én igazságaim, ez az én véleményem. Úgyhogy, és nem vagyok egyébként mindig objektív, ezt is belátom, gyarlók vagyunk, emberek vagyunk, hibázunk, az dobja rám az első követ, aki nem csinált még ilyet. Na jó, van, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen szép hetetek, szerdán találkozunk, sziasztok!